Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Az a szamaritánus, amikor elviszi a kirabolt és összevert embert, akkor újból útra kell, és megint talál egyet. És utána megint talál egyet. És a fikció úgy szól, hogy a századik után nagyon belefárad, hogy az összetört és az összevert embereket, akik ki vannak fosztva, mindig elvigye, mindig bekötözze, egyszer leül, és elgondolkozva azt mondja, elmegyek, és megkeresem a rablóknak a barlangját, a rablóknak a tanyáját. Oda nyúl a bajnak a gyökeréhez, a bajnak a forrásához. Sokszor az ember tüneti kezeléseket csinál. Nagyon jó dolog, amikor az ember jót tesz, jót cselekszik, kegyesen éli az életét, ezt Istennek tetszik? Senki ne értsen félre. És ez egy nagyszerű dolog, Különösen akkor, amikor az Isten által elkészített jó cselekedetekben jár az ember. De önmagába véve a jó tette, a jó cselekedet egy szuper, nagyon jó dolog. De az evangélium nélkül tulajdonképpen a lényeg elveszik. Az evangélium nélkül a lényeg elveszik. Nincs a bajnak a gyökeréhez oda nyúlva. Az emberi életnek is van egy barlangja egy nagy mélysége, ott a szívbe, és oda kell nyúlni ahhoz, hogy az emberen változás történjen. Egyébként mindig csak egy kicsit meg van jobbítva, egy kicsit meg van jobbítva, de nem jön létre egy új. Amíg oda nem megy az ember annak a forrásához, ahonnan minden gonosz származik. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szívből származnak a gonosz dolgok. De olyan jó, hogy amikor megtér az ember, van neki egy új szíve. Nyilván lehetne erről beszélgetni az újról, meg a régiről, a régi természetről, az új természetről, annak a harcairól, hogy hogy történnek ezek. De a lényeg az, hogy amikor megtér az ember a Biblia azt tanítja, és az én személyes tapasztalatom is arra mutat, hogy van egy új természet, egy új szíve az embernek. Hogy az a régi, az a sötét, háttérbe van húzódva, és kap az ember egy újat. Nem akármilyet, hanem maga Isten ad az ő szívéből, és maga Isten ad az ő lelkéből. És amikor Isten ezt teszi, akkor az ember olyan dolgokat tud megcselekedni, amire azelőtt igazából nem is gondolt. Mert az, emberek, nem a, az embereknek a természete nem a megbocsájtás. Legyünk őszinték. ott van a Monte Cristo grófja, ugye egy ilyen film, emlékszünk rá, hogy mi volt neki a célja, hogy hogy fog bosszút állni. A bosszú fűtötte az egész életét. És vannak is ilyen szlogenek, amik arról szólnak, hogy hogy erősödik meg az ember, azokban a bosszú hogy erősíti őt. Olyan, mint mikor mondják, hogy szíverősítő, és akkor megissza a szilvapálinkát, vagy a vegyest, vagy nem tudom. Régen része voltam ezeknek a dolgoknak. Az igazi szíverősítő nem ez. Az igazi szíverősítő az, amikor valaki megtér az Istenhez, és az Istentől kapott szívet úgy tudja erősíteni, hogyha az táplálva van. Ha nincs táplálva, az is el fog gyengülni. De ha táplálva van, akkor az megerősödik. Az igazi szív erősítő, az tulajdonképpen azt mondja a Biblia, hogy énekeljünk zsoltárokat, lelki énekeket, azt mondja, hogy teljünk meg lélekkel, ez a, ez a szív erősítő. És csak hiszem azt, hogy ezek az alkalmak is, egy ilyen kis, kis, mozaikja, kis rövid kis szilánkja, az Isten nagy tervének ebbe a világba, ahol élünk, hogy egy-egy ember kaphat az Istentől valamiképpen egy kis bátorítást, egy kis erősítést. Hát módon az ember önmagáról már is beszélve, hanem ugye meg van írva, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Tehát amikor az Isten lelke, Eljut oda a barlang mélyére, akkor, akkor tulajdonképpen egy olyan változás jön az befogadott evangélium által az ember életébe, ami addig nem volt. Olyan dolgot tud megtenni, ami addig nem volt. És amikor a másik ennek az eseménynek valamiképpen a részesévé válik, vagy a részévé válik, majd beszélünk erről, hogy tiszta legyen, akkor annak az embernek, hát vagy van egy olyan a szívében, hogy ez teljesen meg van őrülve, meg van bolondulva, vagy pedig egy, 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 egy visszafordíthatatlan megtörés, és egy visszafordíthatatlan Isten felé fordulás lesz annak a következménye, amikor ezzel szembesül az ember. A Richard Wumbrandnak nemrég az én oldalamra is föl téve, egy filmjéből egy rövid részlet lett megosztva. Én rám mély hatás gyakorolt. Diróhéba annyi a történet, hogy a bumbra nagyon meg volt verve, meg volt kínozva egy romániai börtönbe, és tulajdonképpen annyira gyenge volt, hogy már a kezét az ott lévő vizes pohár is tudta kinyújtani. Úgy kellett megitatni. Mellett az egyik oldalán Feküdt egy lelkész egy fiatalabb ember, 40 év körüli lelkész, aki szintén halálosan meg volt verve. És a másik oldalán különös módon az az ember feküdt, aki őket kínoszta. Legfőképp a másik fiatal embert, aki, aki szinte halára vert. Ugyanis ez az őr, vagy ez a kínzó, a sajátjaival is összeveszett, azokkal a kommunisták is összeveszett, a nézetek miatt, és még nem tudom, mik voltak, és hát ezek egymást is bezárták. Ne folyjunk el, a politika, most is vannak az olyan dolgok benne, csak az MMS a tévéből szembesül, hogy ebbe inkább nem is szabad belemenni, de hogy bezárták, a sajátját is bezárták, de jó meg is verték. És az is a halálám volt, ott feküdt a másik oldalon. És éjszaka fölköltötte karácsony éjszaka a Richard Wombrandt, és azt mondta neki, hogy olyan sok aljas és súlyos, gyilkos bűn terheli a lelkemet, hogy imádkozzál értem, mert nem tudok meghalni. Ez így elmondva lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de ez, 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 ez borzalmas. Én annak idején, a váci fegyháznak a Doberdó részébe az egy raktárnak volt berendezve találmos múzeum, és ebben a raktárban én többször jártam, voltam egy időben raktáros, és ott néztem azokat az ajtókat, amik ott voltak, az álló zárkát, amiben egy ajtó kinyitotta az ember, egy zárkajtónak nézett ki, és belül nem volt csak egy ekkora hely, oda beállították az ember. Azt mondták, 72 óránál többet nem kaphatott. lehet összesen tudott a -e szerencsétlenesni. Oda betették. Volt ilyen gugolózárka, ahol csak ilyen gúzsba össze tudott beférni az ember. És ott voltak az 1950-es, meg még az előtte években ott voltak a bevésések és a vasajtókba való bekarcolások. Ezek nevek és dátumok voltak ott. Ezeknek így még rapként is úgy átéltem, volt egy ilyen nagyon súlyos atmoszférája, nagyon súlyos légköre hogy ezek valóságok voltak, és egy kicsit úgy átéreztem ezt a nagyon nyomorúságos börtönkórházat, ahol ez a történet lezajlott. És akkor azt mondta ez az ember, hogy nem tud meghalni, olyan mély bűnök terhelik neki a szívét. Erre a másik oldalon fekvő lelkész szólt az ottani raboknak, akik épkézlábaok voltak, segítségük felállni. Felállt, nagyon lassan segítsége oda az ő kínzójának az ágyához, leült a szélére, megsimogatta a fejét, és azt mondta neki, én szeretlek téged, és őszintén megbocsájtom azt, amit én ellenem tettél. Fiatal voltál, nem tudtad, hogy mit csinálsz. A másik ember elkezdett zokogni, elkezdett sírni, és nagyon-nagyon mélyről egy őszinte, megrendítő, sokfajta aljasságot tartalmazó bűnvallás zuhant ki a szívéből neki. A történet arról szól, azt mondta a Richard Wumbran testvér, hogy ott volt Jézus születésénél. Összecsodálkoztunk, hogy ott volt Jézus születésénél. Hát ott volt Jézus születésénél, amikor egy ilyen hóhérnek a szívébe megszületett karácsony éjszaka az Úr Jézus Krisztus. A másiknak az, az őszinte bűnbocsánatának a megélésén keresztül. Visszament nagyon lassan ez a megkínzott ember az ágyához, visszasegítették, és aznap éjjel mindeketten meghaltak a hóhér is, és meghalt a megkínzott is. Mindeketten elmentek a mennybe mennyire abszurd ez a nem hívő ember számára, hogy mehetett a hóhér a mennybe? Hogy mehetett a lator a néz a keresztről? És ezt az egész történetet én hallgattam, valamit azért mutatott nekem az Isten ezzel kapcsolatban. Hogy Jézus Krisztus az Isten fia, egy áldozat volt a keresztfám. Ő egy áldozat volt. De minek volt az áldozata, az Úr Jézus Krisztus? Az én bűneimnek volt az áldozata. Az én bűneimnek volt az áldozata. Az én bűneim miatt halt meg a keresztván. Azt mondja a Biblia, a bűneinket a testében vitte fel a fára. Megostorozták, leköpdösték, megkínozták, mesztelerevet köztették, és szegekkel rászegezték egy keresztfára, és két gyilkos közé felállították azt a keresztet. És ott szenvedett a fán hat órán keresztül, míg a végén ebben a kínhalálba belehalt. Meghalt az én bűneimért. Aztán legyőzve a halált feltámadt abból, és felemeltetett a az Atya Isten jobbjára, ahonnan majd el fog jönni, ítélni élőket és holtakat az Istennek a fia. De az ő felemeltetését követően hát tíz napra, hát pünköstkor, húsvét után, az 50. 49. napra az Isten kitöltötte az ő drága szent lelkét, és az ő szent lelkén keresztül az Úr Jézus Krisztus betöltött, amit mondott a tanítványoknak, én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. És az áldozat, az Isten báránya, az áldozati bárány, ezen a videón keresztül is, ha te nem vagy az övé, oda megy hozzád, és az ő lelke által kéri, hogy fogadd el az ő bocsánatát. Nem haragszik rád. Megbocsájt. Azért, mert szeret. Ha ez a lelkész őszintén ki tudta mondani azt, hogy én, én szeretlek téged. Egy haldokló ember már minden nem hazudik, ott már nincs színjáték, nincsenek állarcok. Itt még vannak a világban, ó, de hányszor, még a hívő embernek is, még rajtam is, de hányszor? Ott már nincs. Ott már leomlanak a falak. Ott már marad az ember. És deborzalmas néha az ember. Isten nélkül deborzalmas néha az ember. Teli félelemmel, aggodalommal, jaj, most mi lesz? Nem bírok meghalni. Úgy nyomják a bűneim. A nyomorúságos múltam úgy nyomja az én szívemet. Mondja értem, egy imád. És valaki ezt meghalott. Én mélyen hiszem, hogy nem pusztán Richard Wumbram mellett lévő, haldokló megkínzott lelkész hallotta meg az ő füleivel, emelnek az embernek a jaj kiáltását, annak a hóvérnak, hanem meghallotta benne a lévő Krisztus. Meghallotta benne a lévő Krisztus. És azokban a pillanatokban a testélet igének, ez a drága testvér volt a lába, a keze, a szája, a szeme. És Isten megbocsájtásának a kifejezése. Mert ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges, mert az Istennek minden lehetséges. Úgy megragadott engemet, azt mondta Richard és sokszor azt se tudjuk megbocsájtani, ha elsózzák a levest. Ugye? egy étterembe eszünk, és a rosszak olyan, hogy tudunk füstölögni. Apró dolgok. Ki tud megbocsájtani az ő hóhérjának? Hóhérjának. Atyám két kezedben. Bűneimmel én szegeztem fel. Azt mondja az ige, hogy a mi bűneinkben minnyáján holtak voltunk. Ő elevenített meg bennünket. Azt mondja az ige, hogy hogy helyettünk halt meg, azt mondja az Jézsies 53, hogy ami bűneinket hordozta. Hogy miattunk szenvedett, azt mondta Keresztelő János a jordán partján, ime az Isten báránya, ime az Isten báránya. Ő neki volt hatalma elhordozni, ennek a nyomorult világnak minden bűnét, benne az enyémet is, meg benne a tiédet is. Boldog ember az, aki elfogadja az Úr Jézus Krisztusnak az Isten fiának, a bűnbocsánatot, felkínáló szeretetét. Milyen abszurd ő megy oda a hóhérhoz. Ő jön oda te hozzád meg én hozzám, milyen sértő lehet ez az Istentől távol lévő embernek. Én nem tettem semmit, pláne ő vele nem tettem semmit. Miért halt meg Jézus a kereszten? És én miért mehetek be a mennybe? Az én bűneim, az én bűneimet vette magára, és az én bűneim büntetését hordozta el ott a keresztfám. Az Isten haragja, ő rá csapott le. Kiítt a poharat, a szenvedésnek poharát. Te érted, meg én értem. Minden erről szól, hát miről szóljon? Ez ment meg téged is, ez mentett meg engem. Nagyon jó bekenni a másiknak a sebét olajjal. Tedd ezt, tegyem én is. Nagyon jó föltenni az állatra, elvinni a fogadóba. Nagyon jó. De még jobb elmenni mindennek a gyökeréhez, az emberi szívhez. Oda a mélybe ahol nem tud világosságot gyújtani az evangéliumon kívül semmi más. Egyetlen jó cselekedet sem. Ha a testemet tűz havára száll. Ha a vagyonomat odaadom. A mindenemet odaadom. De a Krisztusról szóló evangélium által az Isten szeretete nincs bennem, akkor semmi vagyok. És akibe benne van az ezzel nem kérkedhet. Mert aki dicsekszik, az Úr dicsekedjen. Mert miért van bennem, és miért van benned? A szó így hangzik, kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Természetesen tenni kell a jót, különösen megtért ember számára. Cselekedni kell a jót. Ez tetszik az Istennek. De még inkább az, ha azt teszem meg, hogy nem takarom el a másik elől azt az üzenetet, ami megmentett téged és ami megmentett engem. Hogy az Isten hív, hogy jelenjek meg a bűneimmel ő előtte, tárjam ki a szívemet, öntsem ki mindazt, ami őt keresztre juttatta, valljam meg előtte és hívjam be az életembe. Bocsánatot kérve tőle, és hálát adva neki, hogy engem is megkeresett, engem is szeret, és engem is hordoz. Lemenni a baj forrásához, mert családba szív mindennél, és valóban annan indul ki minden rossz. De amikor megtér az ember, akkor onnan indulhat ki a jó is. Áldott ezért az Isten. Isten adjon a te számodra, nagyon az én számomra is. Őtőle megáldott 2024-es esztendőt azzal a békességgel, ami az ő sebeiből, az ő szenvedéséből és az ő kegyelméből fakad. Amen.